A harmadik hely a tét, az a kérdés, vagy melyik együttes szerzi meg majd a harmadik pozíciót. Itt az Alba Ligában a most kezdődő 9-10. Forduló keretében megrendezendő Masterplast Ring BNP mérkőzést követően a harmadik helyezett Ring és a negyedik Masterplast csap össze. Kék mezben a Ring BNP, míg sárga mezben, fekete nadrágban a Masterplast. Együttesen nézzük az összeállításokat, közben meg is kezdődött a mérkőzés. A Masterplastnál a kapuban 1-essel Rothauszki Attila, a mezőnyben 3-assal Sranc Zsolt, 7-essel Salad Zoltán, 6-ossal Kovács Attila, 19-essel Szőlősi Tibor, 13-assal Galaci János, 14-essel Tibor Dávid, 2-essel Bíró Ákos, 4-essel Bartos Barnabás és 9-essel Dombi Ferenc. Ami a másik oldalt illeti, a kapuban Kis Gábor 1-essel, a mezőnyben 9-essel Právics Krisztián, 7-essel Pusztai Attila, 3-assal Csénagy Attila, 5-essel Gregocs Gergő, 8-essel Király Antal, 10-essel Kis Róbert és 11-essel Zalatnai Péter. Ez a két csapat összeállítása. Hát azért ezek a nevek nagyjából az elmúlt egy évtizedét kb. Befedik. Itt a Városi Kispályás Bajnokságnak, amely később ugye az Alba Liga nevet kapta. Azért a játékosok játszanak mind a két csapatban, akik itt az elmúlt években már megfordultak, nem is egyszer, nem is kétszer, több csapatban is. Most éppen a Masterplast és a Ring BNP együtteseit erősítik. Ahogy említettem, a harmadik és a negyedik meccsen most jelen pillanatban a Ring BNP 8 mérkőzés után 5 győzelemmel és 3 vereséggel, 21-13-as gólarányjal 15 ponttal áll a harmadik helyen. Ugye a bádogos Gréco Petrol vezet 22 ponttal, a 19 pontos Döcös előtt, és így harmadik a Ring 15 ponttal, 13 ponttal pedig a Masterplast a negyedik, 4 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség, 20-16-os gólarány. Ugye egy meccsel kevesebbje van a Masterplastnak a Ringhez képest, és a vesztett pontot tekintetében jobban is áll egyébként a Masterplast, majd meglátjuk, mit hoz számukra ez a mérkőzés, hiszen ha itt nyernek, akkor megelőzik a Ring gárdáját, ráadásul úgy előzik meg, hogy egy meccsel kevesebbet játszottak, majd a Fortress elleni találkozójukat, amely elmaradt a 9. fordulóból, az december 16-án pótolják. Szóval a Masterplast itt jó pozícióba kerülhet, de a Ring is amennyiben nyer, hiszen akkor már a vesztett pontokat tekintve ő fog jobban állni, szóval érdekes tétje van ennek a meccsnek. Kíváncsiak lehetünk, kíváncsi vagyok, és kíváncsian várom, hogy ki nyomul majd az élenálló duó után, ki megy utánuk. Ahogy említettem, harmadik a Ring úgy, hogy 13 gólt kapott, és ez a második legjobb védelem jelen pillanatban az Alba Ligában. Ugye a Döcös kapott 10 gólt, megkapták a legkevesebbet, 13-at kapott a Ring, még a listavezető Bádogos is kapott 16-ot, igaz, ők messze a legtöbbet rúgták, kereken 40-et. A rúgott góljaik számára azért sem a Ring, sem a Masterplast nem lett feltétlenül büszke, nagyjából 2 feles gólátlagok, egy picivel jobb talán a Masterplastnál, majdnem 3-as, de hát azért ez nem számít túl soknak, hiszen például még a 9. Penzotúl is 8-al többet rúgott, mint a 4. Masterplast, és 7-tel többet, mint a 3. Ring. Szóval érdekesek azért ezek a számok, de hát mindenképpen a szerzett pontok számítanak, és abban ez a két csapat jelen pillanatban a 3., illetve a 4. Ami érdekes, hogy a Masterplast számára nem indult jól a bajnokság, hiszen egy döntetlent játszottak a Döcsösen, ami önmagában nem rossz eredmény, egy-egy, utána viszont kikaptak a Pelszotultól 5-2-re, az egy szép támadás közben, de jó lövés volt, Csénagy Attila szúrta rá, és kellett védeni a Rothauszkinak. Szóval aztán kikaptak a Pelszotultól, azóta viszont csak egy vereség került a nevük mellé, 3-1-re legyőrték a Pasa Kebab Dávid kis Kft-t, 5-0-ra a Bojront, 4-2-re megverték a Sárépszert, aztán 4-1-re kikaptak jön a Bádogostól, de rögtön javítottak, 4-3-ra megverték a Fejérvár Sped együttesét, tehát összességében azért jó formában a csapat. Ami az ellenfelet illeti, a Ring BNP győzelemmel kezdett, méghozzá nem is egyet, hanem 2-vel legyőzte a Pasa Kebab Dávid kis Kft-t 2-1-re, majd 3-0-ra a Bojront, aztán jó rajtot beárnyékolt egy 6-4-es vereség a Sárépszertől, majd egy 4-1-es zakó a Bádogossal szemben. Aztán sikerült megint begyűjteni 3 győzelmet, 3-0-ra megverték a Fejérvár Sped gárdáját, 3-1-re a Fortranst, és 5-0-ra az Alba csavart, aztán legutóbbi meccsükön vesztettek a Döcsössel szemben, egyetlen gól esett azon a meccsen, 1-0-ra nyert a Döcös, tehát gólképtelen maradt a Ring. Ez rontotta le egyébként a rúgott góljaik statisztikáját, amit most mindenképpen szeretnének majd javítani. Az 5. percben járunk, egyelőre
Gól még nincs a meccsen. Egy nagy helyzet, Csé nagy lőte rá, és talán egy pici elkezdeményezőbbnek tűnik számomra most a ring. Egyelőre a Masterplast nem vezetett egetrengető rohamokat. Hoppá, ott van még, de szépen kihozza. Salac tessékeli ki az ő rutinjával, azért ez elvárható, és várható is, és egy lövés a másik oldalon, Galaci lapos lövését lábbal kis Gábor a plafonra, így jöhet oldalról majd a Masterplast. Na most jön meg a másik játékvezető, nem tudom mi történt, nem is figyeltem, hogy ott maradt a túloldalon. Nézzük a dobást. Salac, hú, ez lecsúszott. Túloldalról néha egy hangos kiáltást lehet hallani, akkor nem kell meglepődni rajta. Ugyanis a másik pályán éppen a bádogos Gréko Petro játszik a Bojron homeopátiával, és hogy a Horváth László zengő baritonjait néha feltűnik a pályán, akkor az nem. Ennek a meccsnek szól, hanem egyszerűen a másik pályáról jön át a hang. Pusztai gurítja vissza. Király. Kaput nem talán veszélyeztette ez a lövés most. Ami érdekes lehet egyébként, hogy a Masterplastnál azért alapvetően két játékos eredményessége határozza meg a csapatot. Újjújjújjújjú, az ott hiba, de visszaér a kapus, aztán csak összeszedi Rothauski, ha nem is volt könnyű dolga. A szép és jó meglátás Galaci mellékapásból, ez szép jelenet volt. 7. perc. Szóval két játékos eredményességgel tudja meghatározni általában azért a Masterplast pontjainak, illetve a pontok megszerzésének esélyét, hiszen Svájc, Zoltán és Kovács Attila is 8-8 gólus, rajtuk kívül összesen 4-et rúgtak a többiek, Dombi Ferenc 2-t, Szőlősi Tibors Galaci János 1-1-et. A másik oldalon azért kiegyensúlyozottabb a kép valamilyen szinten. Právics Krisztián és Király Antal 5 gólos, Pusztai Attila 4. Gergő Zsolt 3. Bregócs Gergő 2, Csé Nagy Attila 1 és Kis Robert 1. Az a góllövő lista, tehát jóval többen találtak be a BNP-nél, szám szerint 7-en, mint a másik oldalon. Akik jegyzik a gólokat, de hát a mai meccsen kijegyzi majd az első gólt, ez a kérdés, mert eddig egyelőre ezt még nem láttuk. Az jó! A lövés már nem annyira. Csé Nagy Attila durrantotta fölé. Salac. Szőlős lépett vissza labdáért az ellenfél kapuja elől, az sem rossz. Hát a mögé jött Kovácsnak. Kis Robert. Právics vesztette el, Salac. Távolról, ez nem volt veszélyes, ez a balos. Alapvetően jó bal lába van Salac Zoltánnak, aki ugye nagy pályán is letette a névjegyét még annó a Vidiben. Salac hátra, Kovács. Kovács indul el, Szőlősitől kérné vissza, azért nagyon sok a pontatlanság egyelőre. Azt hiszem ez a meccs, amelynek kimondott a jót tenne egy gól. Jól támadott le most a sárga mezes gárda, meg is szerzik a labdát. Galaci tovább, Salac. Szőlősi. Szőlősi fordulásból lő, és bizonyos párgáznia kellett Kis Gábornak. Én innen úgy láttam, hogy befért volna az ott a sarokba. 10. perc a meccsen, 0-0. Ez nem volt jó. Právicsnak nem volt jó a passz, Kis Robert-től jött a labda.
amely végül az oldalvonalon kívülre került. Kovács. Na, ez a labda nem ment ki. Správics volt az, aki elhalászta végül. Kis. Nem volt rossz elképzelés. Bregócs bele is tette a lábát ott elől. Kis Gábor előre. Király, szerintem lökték. A labda szerzés csak ideiglenes. Pravics, az is jó lövés volt. Rothauskinek is meg kellett mutatnia, hogy nem véletlenül állott a kapuban. Pravics. Az előbb másik oldalon nem túl jó szögletet láttunk, ez bement legalább középre, és ott embere meg is akadt, igaz, veszélyes nem lett. Galaci, szép. Ez szép támadás, így Kovács lövi el. Elmegy a kapu előtt, keresztül egy gyors ellentámadás, jó volt. Kis Gáborik hátra. Pusztai. Pravics. Kicsit elpattant tőle, de megküzd érte. Azonban így is a sárgáké lesz. Marad a 0-0. Salac. Szőlősi pörgeti Kovács felé. Kis halásza le. És most egy gyors ellentámadást vezethetnek a kékek. Nem jutott el Király Antalig. Galaci mellé. Kis csere a kékeknél, kis Robert jön le, és Zalatnai Péter jön a helyére. Sranc. Tizenharmadik perc, tehát az első félidő felénél, a meccs negyedénél járunk, gólt még nem láttunk. Jól nagyobb volt a termés az előző meccsen itt ezen a pályán. A Pasa Kebab Dávid Kis Kft. 9-3-ra nyert a Fejevár Sped ellen. De hát viszont ott pedig azért picit egyoldalúan jöttek a gólok, hiszen háromszor annyit rúgott a Dávid Kis Kft. Mint ellenfele. Ebben a fordulóban egyébként Penszatul Fortrans, Pasa Kebab Dávid Kis Kft. Fejvárs Sped, Bojron Homeopátia, Bádogos Gréco Petrol, Masterplast, Ring BNP és Döcös Alba Csavar párosítások vannak. És azért most már élesedik a küzdelem, hiszen például egy-két csapatnak is az utolsó előtti meccse ez idén, illetve a Ring BNP-nek az utolsó előtti. Masterplastnak lesz még kettő. Ezen kívül, tehát most már azért kezd körvonalazódni, hogy fog kifesteni az a tabella majd itt a őszi szezon után. Hát ugye például az már biztos, közben a labda fönnakad a hálóban. Hát azt majd le kell valahogy vadászni. Na nézzük, milyen kísérletek születnek rá. Úgy is van. Magyar lelemény megoldja a dolgokat. Szóval az már ugye azért nagyjából biztos, hogy a Bádogos Gréco Petrol másodiknál rosszabb nem nagyon lehet. Valószínűleg a Döccsel küzdenek majd itt a végén. Még azon a két meccsen eldől, hogy melyikük lesz az első. Ugye most jobban áll a Bádogos, 3 ponttal vezeti a tabellát. Úgyhát azért jó eséllyel a harmadikat láthatjuk itt a pályán, hiszen akárki is nyer, az azért a többiekkel szemben előny szerez. Az jó! Érkezett a hosszú oldalon az egyik kékmezes játékos, és ezzel megszerzi a 15. percben a vezetést a Ring, a gólszerző, az 5-ös számú játékos, a kékeknél Bregócs Gergő.
0-1, és le is kellett jönni, lejött a pályáról Bregócs. Visszajött Kis, nem, Király Antal. Na hát akkor megvan az első gól, 15. percben. Egy nulla, most hát a Masterplusznak kell mennie előre. Hetedik perc, 1-0 a Ringi BNP javára. Ez pedig szabadrugás lesz, nem mehet tovább. Amit vártam, egy gól majd talán rendbe teszi ezt a meccset, hát meglátjuk, hogy mennyire válik valóra. Egyébként sem volt gond ezzel a találkozó, egy picit sok volt a pontatlanság és a hiba, főleg támadásban sokat mondottak a csapatok, és azért ez egy picit lehúzta mondjuk a meccs átlagát. Dobhat a Masterplast, és visszaálltak a kékek. Nagyon jól érkezett a gólnál Bregócs. Nem is tudom, utána egy elég furcsa mozdulata, tessékeltem hálóba a labdát, ott az oldalával. De jó megoldás volt, hát így kell. Jó játékos tudja, hogy jön és mikor kell érkezni, és hát egy jó játékos minden létező testrésze gólt tud rúgni, amivel lehet a labdarúgásban. A szép, megvan még, Csénagy. Právis takatta a labdát. Király szabadon marad a túloldal, neki nagyon jó a lábalövéseknél. Egy hazaadott labda, uha! Salad Zoltán hozta kellemetlen helyzetbe kapusát. Právis termett ott, és kellett is védeni a Rothauskinak. Kis Róbert jön be, Király Antal helyére. 19. perc, tehát közeledünk az első félidő hajnájához, 1-0-ra vezet a Ringi BNP. Szőlősi. Salat. Cseréltek a sárgák is. Ben van a pályán Dombi, 9-es, illetve 2-es a bíró Ákos, és Ranc, illetve Kovács Attila ült le. Galaci. Salac belépnek a balosba, dobás lesz. Az így jó is. Kellett védeni azért Kis Gábornak, de most az elmúlt percekben nem nagyon dolgoztatták meg a sárgák. Úgy érzem, hogy nem érdemtelenül vezet eddig a Ring BNP. Ne, ez most egy érdekes ítélet a játékvezetőtől, aki azt mutatja, hogy a Ring jöhet, ha ott egészen biztosan nem ért hozzá senki ott a kapu előterében. Akkor ez pikáns döntés, hogyha mondjuk gól lesz belőle. Már pedig majdnem lett, de csak majdnem. Dombi vissza Szőlősi felé, viszont Zalatnai oda tudott lépni. Szőlősi szép csellel tartja meg a Galaci. Na, lehet, hogy ez a játékvezető ítélet pörgeti egy kicsit föl a Masterplastot. Dombi rúghatja a szögletet. Na nézzük, Kis, nézze Bíró. Leolvasta Právics, és próbálnak fordulni a kékek gyorsan, de Bíró is már zárkozik vissza, Csénagy. És várja a többieket, Csénagy, ú, de jó lövés, kapufa. Az szép lövés volt. 21. perc. Szépen megborotálta a kapufa élét, Csénagy lövése.
Galaci. A legutóbbi fordulóban a Döcöstől 1-0-ra kapott ki a Masterplast, illetve a Ring BNP most pedig 1-0-ra vezet. De hát itt még messze a vége, ez még abszolút nem a végeredmény lesz szerintem, meg lennék lepve, hogyha ez maradna. Kis Gábor, Zalatnai. Jól oldja meg, Právics. Aztán itt nem tud fordulni, és mostan létszám fölénybe jöhetnek a sárgák. Szőlősi beközépre, óha! Óha! Tette vissza bírónak, aki nem lőtt, nem is értem, hogy miért nem számított erre bíró. Szembe a kapuval, gyakorlatilag 5 méterrel. Ez nagy egyenlítési lehetőség volt. Právics ment le a kékeknél. És a gólszerző Bregovics tért vissza. Nulla egy továbbra is, hiszen ugye papíron a Masterplast a pályaválasztó ezen a mai meccsen. Jól oldották meg a kékek. Bregócs. Most már visszazár a Masterplast, de érkezik Zalatnai. Megpróbálja a kapu elébe tenni, megpattan, ez így a kapusé. Drothauski könnyedén összegyűjtötte. Bíró, Galaci. Próbálna lefordulni Dombi, de az hosszú lesz. Ráadásul ment ott Bregócs, és ki is kísérte a labdát. És a sárgáké ezek szerint. Látszik, hozzáért valaki. Szőlősi fejeli vissza, és még mindig ott van. Az már kint volt kis Gábor. Hasza ki a játékba a labdát. Zalatnai keveredett most előre. Alapvetően átlába hátul van, kisig hátra. Szőlősi. A szép kis, kettő az egyben mehetnek. Ott a túloldalon az érkező játékos Csénagy, és nem találja el a kaput. Hát ez nagy helyzet volt. Szép labdát kapott kis Robertől Csénagy Attila. Nem biztos, hogy sok ilyen helyzet lesz majd a meccsem. Bíró. Na, a Csénagy szerzett labdát. Csénagy. Ott van, még nem találja el a kipattanót ki is. 25. perc. Szőlősi. Szőlősi szlalomozik, megállítják, és most Pusztai menne. Úha, kemény összecsapás volt, aztán Pusztai kerül a földre kis. Szabadrúgás a kékeknek. Na, ez még belefér, az biztos. Salac állította meg a két hetes csapott össze. Galaci beszéli meg a játékvezetővel, illetve meg egy korábbi dolgot, ha jól értettem, hogy abból az akcióból, amiből megindult a kékmezes csapat, azt reklamálta Galaci. Hát úgy vége az első félidőnek tulajdonképpen. Bregócs góljával vezet 1-0-ra a Ring BNP, és most már az a kérdés, hogy ez a szabadrugás hoz-e változást a dologban. Pusztai nagyon készül rá. Meglátjuk, mi lesz belőle. Pusztai beleérnek, szöglet,
és ezt már nem engedik elvégezni. Az első játékrész után tehát vezet a ring 1-0-ra. Kezdődik a második félidő, a Masterplast indítja útjára a labdát. Közben azt néztem, hogy fennmaradtak azok a csapatok, akik befejezték az első játékrészt. A sárgáknál még igen, a kékeknél volt változás. A szabadrugást elvégző Pusztai, illetve az Alatmai lement. Visszajött Právics, illetőleg Király a pályára. Egy fél ideje van a Masterplastnak, hogy valamit lépjem. Ez már túloldal nem állhat jól a Bárdagosra, hogy elhallgatom Horváth László ide szűrődő hangját és kiáltásait. Szóval villantania kell valamit a sárgamezes gárdának, mert egyelőre hátrányban vannak, igaz nem vészes hátrányban. Egy szem gólunk van eddig. 15. percben Bregócs szerezte. Az nagy labda, és megfogja Kis Gábor bíró Ákos közeli próbálkozását a második játékrész első percének végén. Aztán ezt is hárítja. Galaci tette rá. Appá, az meg a teljesúlyan a lábak mellett alatt. Ez egyúttal egy gólpassz, majd nem. Nem tudja kapu felé irányítani Dombi. Belenyúltak, de most a Masterplast azért itt aktivizálta magát. Hátulról kap egyet Szőlősi Csénagytól, szabadrugás. Egy tagú a sorfal, most már két tagú, ahogy mire kimondtam, meg is jött Právics oda. Salac, szép, és a kipattanó után visszakerül Dombi elé, és róla bepattan. Hát ez ilyen bepattanós gólok meccse eddig. 28. perc Dombit jegyezhetjük fel. Gólszerzőnek 1-1 ezzel. Szabadrugás után Dombi terelte kapura, az még kijött Kisről, róla visszapattan Dombira, onnan meg már a hálóban kötött ki a labda. Galaci. Kezdődhet minden előről, egy-egy Galaci, ez lehet, hogy meg lesz a vezetés, és nem megfogja Kis. Elmozdult a másik irányba Kis, de a lábát ott hagyta röviden, és védeni tudott. Hát aktívabb a Masterplast eddig a második játékrészben, mint a ring, ez egyértelmű. Galaci. Kis szerencsével, de nála marad, aztán teszik is Alacnak. Sistergős löket volt a rövid felső felé. Hát egy kicsit hátrébről jár azért a dobás, igen. Csénagy. Szabadrugás lesz a kékeknek. Király Antal állította le a labdát és maradott. Itt most csak egy tagú a sorfal, de még lehet, hogy oda rohan valaki az előzőből okulva. Még ezt nem jelentem ki ezért. 29. perc a meccsen. Király a labda mögött. Egy balos. Ott van még, óriási löket volt. Ott a kapufával mindennel együtt működve tolta ki Rothauski, akivel kellett barátságot kötött a védés érdekében. Galaci, úgy de szép labda, ujjjjjjj, ebben nem léptem volna bele. Szöglet lesz. Na, ez kiről ment ki, kifele lesz a dobás. Szőlős írt hozzá ezek szerint utoljára.
Pravic indult el ott. Dobás lesz, úgyhogy hiába szerette van Rothauski kirúgásból játékba hozni a labdát, nem engedélyezik a játékvezetők, milyen lelketlenek, nem is értem miért. Kis fegyeli vissza, Csé nagy. Három az egyben mehetnek a sárgák, Dombi, Szőlősi, át a hosszúra, és nem találja el a kaput, Salac. Ez mekkora helyzet volt, a másik oldalon is maradt ki ilyen, úgyhogy most már ebben is döntetlen. Kis Gábor, ez nem volt pontos. Galaci. Belepiszkált bíró. És azonnal le is megy cserével, közben Sarancz tér vissza a pályára. Pravic. Nem nagyon... Óha. Pont mire meg tudták már szerezni, a kékek el is vesztették. Salac. Nem találja el a kaput. Galaci szerzi meg. Pravic. Pravic, jó volt a szerelés, mondom én, de a szabadrugás befújják. Szőlősi volt a szabálytalankodó játékos, a labda mögött pedig Pravic marad most ott. Ez már közelebb van, mint az előbb, ez megköveteli a kéttagú sorfalat. Pravic. Legurítja. Dobás lesz. Salac blokkolta le. És terelte ki a pályáról. Király. Ott nem lehet fejelni. Rothauski gyűjti össze. 33. perc 1-1. Egyelőre nem bír egymással a Masterplast, illetve a Ringi BNP. És ha esetleg így maradna a meccs, mármint, hogy döntetlen, nem biztos, hogy egy-egy lesz, lehet, hogy más eredménnyel, de döntetlen lesz, akkor a Ring marad a harmadik, és két pont előnnyel mögötte a Masterplast, de akkor is a lejátszott meccseket tekintve, a vesztett pontokat tekintve jobban áll egyelőre a Masterplast. De hát azt hiszem, hogy döntetlen lenne az, amelyikkel egyik csapat sem lenne feltétlenül elégedett. Szép labdátvétel Szőlősi, aztán egy klasszikus csőrös, ami elkerüli a kaput. Pravic, és várná a többieket. Most jön a második hullám, Király fölé. Kis Gábor gyűjti össze. Király. Rossz helyre, Szőlősi. És kis Robert szereli. Ez túlságosan lassú labda volt Pravictól. Könnyedén össze szedte Salac. Király ment le közben ringnél. Zalatna jött be. Sárgáknál Bartos még nem kapott lehetőséget, ő egyelőre itt ül a lelátón. Pusztai. Ő az előbb Csé nagyot váltotta. Király cseréje előtt pár másodperccel. Galaci.
fogja bedobni a védők mögé, Szöllősi. Kiharcolta, maradjunk annyiban. Nem is feltétlenül elégedettek a döntéssel a kékek. Tovább is reklamálnak ringnél. Tudod, a játékvezető nem nagyon segít be, pedig ő volt közelebb. Neki kellett volna jobban látnia. Hát nyilván most már nem fogják visszafújni. Bedobás lesz, puszta érdemes egyszerű föl belsőzte a tetőre. Szőlősi. Hosszú idő után ismét a pályán a sárga mezeseknél Kovács Attila, gólszerző Dombit váltotta. Szőlősi. Kirúgás lesz. Azért nagyjából képet kaptunk arról, hogy miért kap olyan kevés gólt ez a két gárda. 13-at kapott, most már a mai meccset is beleszámolva, 14-et a Ring BNP és 17-et a Masterplast. És azért ezzel a jobbak között vannak. Právic szúrta rá közben. Nagyon keményen, határozottan védekeznek. Nincs is sok gól. Kis Robert kéri el. De rosszul végzi el. Galaci. Salac. Szőlősi. Sranc. Pusztai lépett oda. A kékeké. Bregócs. 38. perc, tehát most már a meccs utolsó negyede kezdődik, úgymond. Zalatnai. És kijön a Ring BNP, nem, a Masterplast kapja meg a labdát. Ez így Právicsé. Právics szerzi meg. Kis. Zalatnai. Salac próbált volna rá startolni, de hát ezt nem érhette volna el. Hiába indult volna rá. Túlságosan messze pattant a labda, úgyhogy nem volt esélye, hogy ezt megcsípje. Az jó, Pusztai! Egy picit messze pattant tőle, és Rothauski jól lépett ki a kapuból. Szőlősi. Nem ott jött a társa, ahova várta. Kis. Hát könnyen lehet egyébként, hogy itt a hajrában egy gólt talál, akkor az meg is nyeri majd a meccset. De ez nem. Jelenleg is ezzel a támadással nem. A Ring lesz. Szöglet. Na nézzük, Zalatnai. Bent nagy a helyezkedés, rövidre Právics, meg is kapja, be is fordul, megint csak jöhet egy szöglet. Jó volt, szép elképzelés. 40. perc most már a meccsen, földre került közben a kapu előterében puszta, ide tovább engedik. Szőlősi pedig begyújtja a rakétákat. Szőlősi át a túloldalra, Kovács lövi fölé. Nem lett meg a 9. gólja Kovácsnak a bajnokságban. Szőlősi. Oda
piszkált az Alatnai. Az elővés pedig nem talál kaput. Hát nem tudom. Érdekes lesz itt a hajrá. Ruthauski szép. Jó volt a mentés. Kis még belecsúsztatott, és ez legalábbis első körben megakadályozta, hogy eljusson a labda. Most középen Salachhoz. Szőlősi, szabadrugás. Mire megindult volna Pravic, vissza is fújják. Szőlősi. No, mit fúj a játékvezető? Szabadrugás a Masterplastnak. Hasonló helyről végezhették el az előbb, az blokkolta Pusztai. Most megint úgy látom, meg fog küzdeni majd Salachcal, aki ismét elvégzi a szabadrugást a 42. percben. Pusztai megint csak ott van a sorfalban, megint csak Zalatnaival alkotnak párt, és megint csak Salach a labda mögött. Salach ez most megtalálja a helyét. 42. perc, fordít a Masterplast. Kettő egyezzel a szünetben, még 1-0-ra vezetett a ring. Bregócs góljával a második játék részben, aztán fordítottak itt a sárga mezesek. A 28. percben Dombja, 42. Salach a gólszerző. És most már nincs sok ideje a kékmezeseknek. És erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy ha valaki itt gólt szerez, akkor itt a vége érdekes lehet, mert nem nagyon potyogtak a gólok ezen a meccsen, tehát itt a 2-1 akár 3 pontot is érhet, hogy egy kicsit játszunk a számokkal. Pusztai. Szőlősi piszkált bele, kis Robert. Bregócs. Bregócs az oldalhálóba bombázza a labdát. Az jó, és nagyot kell védeni a kis Gábornak. Kovács jött a második hullámban. Megpattam, Pusztai. Negyvennegyedik perc a meccsem. És elszórakozzák a kékek. Csinálnak egy szögletet a Masterplastnak. Salach tovább megpattam, még egy sarokrúgás. Pravicot állította meg Schranz. Kicsit későn, de jött a sípszó, szabadrúgás. Pravic. Pravic, ott túl nagy volt a lendület, ezt is befújják. Hát én ezt nem láttam feltétlenül szabálytalannak. 45. perc. 2-1 a Masterplast javára
a Ring BNP ellen. Ilyen király a pályára kis Robert helyére. Na nézzük. Pusztai a labda mögött. Most király ment be a kapu elé. Közvetlenül Zalatnai. Labdát hétel eltelt egy kis idő, és ezzel oda is zártak. Rövid sarkot pedig már nem tudta bevenni Zalatnai. 46. perc, hogy az ideje a Ringnek. 2-1-re vezet a Masterplast. Rothauski. Nem érje el Szőlősi, már fordítanak is a kékek. Zalatnai. Megszerzi Pusztai. Mehet tovább. Szőlősi bent tartja ezt is. Szép volt, aztán kapja vissza, de jön Zalatnai. És nem olyan tudnak kijönni, hogy átjönni a kékek, hátulról szabálytalanság. A játékvezető orra előtt, Salac hiába mondja, hogy én hozzá sem értem. Elkapkodják a kékek. 47. perc. Most kell egy picit hideg fejjel játszani. Király. Király kapná vissza. Szépen vetődött oda Szőlősi. Most egyetemén nyom a ring. Salac. Sranc. Galaci tovább tudja tenni, de Zalatnai. Zalatnai indul meg aztán. Ott van még, és kipöttyintik. Dobás lesz, király. Király. És kisarkazza. Salac Zoltán. Nagyon fogy az ideje, bőle 2 perce van még. A Ring BNP-nek, amely, ahogy említettem, a legutóbbi fordulóban is kikapott, és innen a második veresége lehet, és hogyha így marad, akkor el is veszíti a harmadik helyét a Ring. Csénagy nem engedhette haza, hiszen nagyon jött Galaci. Király. Pusztai. Belenyúl egy lába, kapus pedig felszabadít, és kapura is lő, és a kapus gólt szerez. Rothauski. Rothauski, ünneplik a társak, hihetetlen. Gyakorlatilag felszabadító lövés volt, és ez megtréfálta Kis Gábort. 3-1 ezzel, és ezzel tulajdonképpen el is dőlt a meccs akkor innentől kezdve. Hát Rothauski is feliratkozik a góllövő listára, kapusoknál ez ritkán fordul le, pláne egy saját kapujuknál fordul elő, a felső lécről Kis Gáborra is onnan pattant be. Úgyhogy 3-1 a Masterplastnak, és most már egyértelműnek tűnik itt a győztes kiléte. És azért is érdekes, mert hiszen az első fél idő után Bregócs góljával még 1-0-ra vezetett a Ring BNP, és a második játék része tartogatta a góljait. A Masterplast király. Majdnem besurrant a rövid alsóba. 15. percben lőtt a Bregócs a ringvezető gólját, aztán a fordulás után a második fél idő 3. percében talált be Dombi, azzal lett 1-1. A 42. percben Salac Zoltán szabadrúgásból lőtt gólt. Majd a 49. percben már tulajdonképpen a szezon gólja. Címre jó eséllyel pályázó találat született, melynek szerzője a kapus Rothauski volt. Így lett 3-1, és az utolsó percben járunk.
Kovácsot intik nyugalomra a társak, Galaci veszik kezébe az ügyet, és a labdát majd teszi le, és végzi el lábbal. Dombi. Csénagy. Pusztai. Király. A szép játék, csak eléri, elérte Csénagy, és de már nem tudta beadni. És ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek, 0-1-ről fordít 3-1-re a Masterplast, és ezzel átveszi a harmadik helyet legyőzött ellenfelétől, a ringi BNP-től, és követi a Bádogost, illetve a Döcöst, a kispályastabdarúgó bajnokság tabelláján. Kedves nézőink, Hanász István operatőr kollégám nevében is a végeredménnyel búcsúzom, Németh Zoltánt hallották, Masterplast ring 3-1.